Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket, folytatjuk a Slavarian Trackert, annyi különbséggel, hogy most kormánnyal, fáradtságot meg a léségszomjúságot, mert még konfiguráltam a kormányt, addig kellett. És hát akkor itt hagytuk abba legutóbb a platón. Be azt vezessük. Driving mode. Gyújtás. Indítódás. Jó. Mindegy. Balra. Kuplunk. Egy. Érjük ki. Kuplunk kettő. Fett. Ügyes vagyok. Tesz le. Egyes be. Ja, bár ezt nagyon kell tekerni. Kettes. Közön nincs az úthoz. Azt se tudom, hol adunk be. Megyünk vissza a városba. Megvan az út. Csatúrő ad megy. Nézzük egy tolatást. És megy. Egyes. Jó. Kettő. Éppen bénázok. Megjövünk, üres. Ugyebár a fék. Kuplunk. Gáz. Minden játszik. Elvittük ide a dolgokat. Rájövünk ki. Készít elfelejtettem fölbúzni, pedig arra jön, hogy bekonfiguráltam a kormányra. Nincs nálunk semmi, viszont el lehet nekünk áru, mert most mi Aloviba vagyunk, menjünk vissza Jacekhez és vegyük fel a dolgokat. Rendőr bácsi, ne bántson, ahogy mondani szoktak, pörgett és nagy gáz. Eltoljuk a rendőr bácsit. Másik irányba teker. Nem fordul eléggé a dög. Kuplunk nyom. Vissza. Lüki. Vissza egy. Szépen előre. Csapat kettő. Na. Kellett neki egy kis támpont, hogy váltsom. Három. Nagyon nyomjuk neki. Rádiót most nem kapcsolok, mert két szám és copyrightos volt a múltkor. Négy. 5 fokozatú egyébként a teherautó váltója. Csak hogy nincsen, mit se legyen. Van ami 4-es.
valami hármas. Ő szerint egy Gear 0-ba vagyunk. Gear 5. Vissza 4. Kidobta volna a fokozatot? Az se rossz. Hát igen, meg kell szokni ezt az irányítási rendszert, hogy hogy lehet az úton tartani a járművet. Meg lehet, hogy nem kéne ennyire száguldozni. Nem, meg a végén elmegy másik irányba. Útról útra, szépen ahogy kell. A körbugyodás hozzám képest semmi. Na jó, akkor próbáljunk meg 50 körül elmenni. Dobunk egy negyediket. Negyediket, nem vesz be a váltót. Na ugyebár majd le kell cserélnünk a kocsiban a váltót. Három. Ott is karcsó, kettő. Mivel ez benzines, szóval... Mi van ott elő? Ja, a rendőr bácsi nem bírt magával és kijelőzött. Értem. Jó, hát meg kell szokni ugye, mert... Csórikában nincs ereje így. Három. Mert ez, hogy padlókázzal megyünk végig, ennek sok értelmet nem látom. Aztán lehet, hogy ez nagyon gyorsan behangoljuk azzal, ha kap egy Vincruz turbót. Na most szépen elröntjünk, mint 50 körül. Három be. Most már él a kormányzás is. Nem ismerte fel, hogy mekkora van rajta. Csatóhő. Minden igaz. Lüki be. Oké, lehullattam. Indulj már el, masina. Rosszok. Hozzá egy. Úgy. Csatúhő. Vissza lüki. Egyes. Kézi be. Mondom, kézi be. Motor leállít, fokozat kikapcsol, így. Egyesbe is van meg. Fokozatba is van. Mármint kézin is van. Na. Meg is jöttünk, Mister. Jöttünk a következő áruért. Üdv.
Palavéba szintén el kell vinni 28 dobozt a Mishász Finesznek. Ad ide, éppen bepakolja, messzebb nem is elhattam volna. Van hely a backpackunkba, de gyorsan behajtjuk ezt. Sőt, kis trükk pakoláshoz. Így. És akkor 10-esével el lehet. Nem kell 1-esével pakolászni. 11-esével tudod elvinni, mert 1-et fogsz kézbe. És akkor 1-et, 10-et meg elrapsz. 1. Kérsz egy kát. Vagy óval csak elkezdett kiszórni. Igen, mindig ezzel megy el az idő, hogy ezt itt forgatni. Mit csinálunk? Lehet, hogy gyorsabb, hogy a gravitációt is kihasználjuk. Így. Ú. Bedob. Nem a capslockot kéne nyomkodni, hanem ezt. Kapcsolok klímát pillanat. A következő tárgyúval ki. Hát is le a helyére. Még egy ú. Megint a helyére. Úgy. Még egy ú. Ú betű a haverunk. Ilyenkor revvel szépen ezeket ki lehet rakosgatni. Úgy. Még egy ú. Oda. Oda. Van minden. Kegy. Nem kívül. Tegyük ezeket nyugodtan egymásra. Elviekben nem borulhat ki. Elvieken van a hangsúly. Ugye a vicc is megmondta. Elméletileg van 2 millió, gyakorlatilag meg van 2 más. Na hát akkor felkapkodjuk ezeket is. Így. Már is nem olyan nagy dolog ezeket pakolászni. Azért akarom így rakni. Mert utána még veszünk fel a másikat is lehet. Hiszen megyünk innen. Na most fönn vagyunk Jaceknél ugyebár. Tehát Balárc fölött. Visszamegyünk Balárcba, és ott felvesszük a egyik küldítmény. Csak hogy mit-e legyen. És kerül ezeket egyből a helyére dobnom. De nem baj. Talán ilyen közelről már inkább. Van még nálunk 4. Mert azon gondolkodok, hogy hogy. 2, 6, 8, 9, aha. Jó. Szép nagy jump. Lerak. Oda lerak. Visszápult. Ezekkel is szépen el lehet szórakozni, mert azért valós életben sem egy perc alatt pakolod meg ezeket a járgányokat. Oda. Itt van az alsó. Talán úgy.
Már egymásban nem tudjuk rakni őket, mert akkor kibagolnak. Eldobja. Akkor. Így. Akkor még elvileg be van 8. Ami valójában... Nem, nem 8, 6. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Ide. Oda. Eldobta magát, mert grafikán kívülre esett, azok ugyanezt bagolt a másikkal volna. Így, és még 2. 1. 2. Ide. Azon filózok, hogy ezt a roncsot nem tudjuk fölvenni. De lesznek majd autóroncszállítási dolgok is, ugyebár Máskoló is van. Magyarfalú, Lupova, Lupova, Komszodrinks. Az a főváros szerintem. És Sterling, én az meg a másik városunk. Ahol másik házunk lehet. Téged egyelőre gyaraklak. Igen. Hol itt most elfértek. Többi csomót el lehet rakni. Ott, nice. Úgy. Becsuk. Nézzük rá, hogy azt a motorolajat, amit fel tudjuk-e használni. Mert hogy ott nem jelez semmi. Viszont nem is romlott az állapota, de az tiszta. Nézzük meg, hogy a coolant az 5-ös, motorolaj meg a 4-es. Azokból csak 2 literesek vannak, abból van 4 literes ugyebár. Fölugrálunk. Átforgatjuk. Az bele is öntjük szépen. Olyankor önti, hogyha elvileg belemegy. Jó. Már is 7,9 liter. Motorolajra vagyok. Jó. Arra a 2 literre most mit mond. Mert az, hogy a grafikán átesek, ahol ne foglalkozzunk, nem mond semmi. És az a baj, hogy az olajszűrőt is hiába nézem, ami ott szerintem nem... Nem változik ez oldalt, meg ugyebár semmi. Most nem tudom, hogy itt a Rustit nem tudjuk lekérni, vagy amúgy. Na mindegy, megpróbálkoztunk vele, hát ha van értelme, van nála kuka? Nincsen megsemmisítő kuka. Hogy ne szemeteljünk ezeket, elvisszük kukkal. Meg kidobjuk. Be tudunk szállni úgyis az autóba, ha nem nyitunk ki ajtót. És fontos. Ha kezdünk szomjasak lenni. F betűvel kikérünk magunk egyet, az ajtót visszacsukjuk, amíg kinyílt. Folyszunk. És vagyunk. Úgy. Kitoljuk be. Ja, kopunk a nyomjad. És ki. Úgy. Azt hiszem, tettem be lámpát. Igen. Így. Egyes be. Két ki.
már van értelme a kormányzásnak. Akarta bevenni a kettest. Próbálok finoman bánni a váltóval, mintha a játék van ennek valójában, ugyebár durván is kell vele bánni. Meg lehet tartani az 50-et, és ez is jó. Gázadásra. Ez jobbra. Kettő. Leállt a motor? Leállt a motor! Csak gurulunk, olyan lejtő van. Nem indul be a motor. Ide jöttünk. Nem mondod, hogy még mindig benne van ez a bug. Kérjük föl. Fokozat kinyomva. De most akkor jár a motor? Nem hallani semmi. Nem, nem jár a motor. Ellenben... Jó van, most már nem hiszi azt, hogy jár. Jó, hát pakoljunk fel, aztán meglátjuk. Mert nem kellett volna bele a plusz... olaj. Kupakadon rajta volt, azon is rajta van. Nézzük, milyen tumadlit tudunk elvinni Polongiba vagy e-sportba. Komszodrinks, Polovi, egy paletta. A paletta az ez az üres raklap, empty palett. Hol négy elvégekbe felfér. Ez meg a Planxes 68 000-ért. Hát azt érném meg jobban elvinni. És ezt ugye a F2 heavy cargo móddal kell felpakolni. Az ott elfér. Téged itt lejjebb rakosgatlak. Or, ha minden... az. Jó. Téged meg téged el tudlak rakni, sőt, téged is el tudlak rakni. És akkor téged el tudlak rakni. Ahogy. Ott kérem szépen egy. Az ott kérem szépen kettő. Hm.
balra. Így. Akkor adott kicsit megdöntve. Három. És adott a négy. Pörgővel lehet távolítani. Ahogy. Csodás lett szerintem. Úgy, mindenki a helyén van. Nem tetszik nekik. Szerintem itt keretbe is tudunk pakolni. Így. Nem, nem nagyon lóul. És azt még talán jobban is tolerálja a játék. Kettő. És három. Szerintem. Akkor így jobban is nézünk ki. Amondó vagyok, hogy mentsünk egyet. Nehogy valami bug legyen. Bár sajnos a mentés idő. Volt. Mivel este van, aludjunk. Ugye? Reggel lett, nem vagyunk fáradtak, megcsodálhatjuk, ilyen szép, amit műveltünk, illetve mentünk egyet még, csak hogy jó legyen. Nem ér is, ne? És akkor próbáljuk meg elindítani a járgányt, hát ha sikerül. Ablakot tekerjük le. Adjunk az érdésnek. Nem. Én nem indul be a járgány. Semmi gond, load game. Ezért is mentettünk. Nézzük is meg, mit találkoztunk, az ott van. Ja, vagy nincs üzemanyagod. Ja, hát a legkellemetlen szituáció, kérem szépen, mert nem oda se hittem volna, hogy kifogyott a lónyálunk, hát ő voltunk tankolva. És nincsen nálunk a szomerdő. Király. Akkor nem bugba futottunk, hanem elfogyott a lónya. Hát akkor veszünk egy pannát. Ha bejutunk. Empty diesel can, gasoline can, ez kell nekünk. Egy. Elrak. És igen, nincsen nálunk még egy. Sikerült felugranunk, jó? Itt hátul mi van, kérem szépen? Egy a nagy biumdisú. Egy low budget pistike. Ajánlott körbenélni amúgy a világban, mert vannak dolgok. Itt le lehet adni dolgokat. Ha úgy van. Ha jól tudom, ebben a városban nincs benzinkút.
Így el kell benzint utaznunk a fővárosba. Viszont itt van egy Aerodontics. Szintén adhat egy küldit, de előbb összekísérjük a WC-jét. Nem enged be a WC-jére? Mekkora és súnyedei? Csá, Mister! Herold, érdekes antik dolgokat hoz, stb. Ó. Régi cuccokkal kereskedik, amit találunk, ami régi dolgot, akkor azt el lehet tenni, és akkor mondja, hogy a közel a szénbányához van valami észak-keletre. Rutoljuk ki, milyen lehet, csak vigyük el neki, ami ott van, meg ott van néhány román migráns, arrafele. Jó, hát elfogadjuk, amit akar. Manikin, housewife, save vast, hot or explosive. Or explosive. Tehát mentsük meg a zsírt, a elhasznált zsírt, az olajat a ágyukhoz. Található itt egy dekoratív földjemény ruhába. A régi tévé, ez már sejteti azt, hogy gondolom, hogy ha figyelitek és úgy még nektek, hogy igen, vannak tévéadások, hogy erre is ajánlott figyelni. És akkor... De Chávez már vesz, nem mond semmit? Nem mond semmit. Jó, van itt egy busz megálló. Onnan el tudunk menni Poloviba. 11, nem, Eder 1-ér. Ez idő is eltelik. Itt is vagyunk Poloviba. Átadunk túloldalára, és ott a benzin út. És vegyünk egy kis benzin, hatos V-vel. K-val bekérjük, 9-essel lerakjuk, K-val lezárjuk, kinyitjuk, F-fel, megfogjuk. Nincs ide a 20 liter bele, és cserpákoljuk. F-fel megint csak bezárjuk, utána zsebre vágjuk a kannát. Itt vannak hordók, amiben lehet személyes felhasználásra rakni dolgokat, a szemetek 200 literesek. Ebből hogy kell tankolni, azt nem tudom, mert még nem használtam soha, de meg le lehet adni az olyan dolgokat, amit találunk, hogy orajörs hordók, ilyenek. És adnak érte valamennyit. Keresen van-e ártáblázatunk, de nincs. És akkor itt van egy pub, a kocsma. Ezek is minden hétfőtől péntekig vannak nyitva. Erre figyelni kell. És ott a tévéadás, kérem szépen. Csendben legyen. Vannak különböző tévécsatornák, tehát velük változtatni. Akkor mit vegyünk? Kávé, vodka, lecsó, gulyás, ukhabred, adj egy lecsót, Bástyané. Ő. És ott a lecsó, kérem szépen. De is termeljük el betűvel. Utána a jó módjára hozzávágjuk a állat, ami átrepült rajta, és ott van a földön. Hogy úgy. Itt van még alma, jó, drágáért mérve. Illetve a hűtőben vannak hűtők, hogy letalentem, megszomjadnánk. Van itt hátul egy pakolási helye. Neki itt van a landing zónja, ez a terület. Kicsit jelölve. Azt, ha hozunk valamit, azt ide tudjuk elrakni. Itt fogja megtalálni. És a kuka továbbra is kuka. És nincsen itt ilyen megsemmisítő kuka, amit keresek. Valamelyiknél van. Se nincsen.
Itt is vannak különböző helyek, mint Magyar Faluba vinni, Novocserkutába, a Bogdántóhoz, illetve Berlinkibe. 103 kér, két teherautót kell elvinni. Az se rossz. Ezek is újdonságok egyébként, nem csak dobozokat lehet vinni. Na de akkor menjünk vissza a gépsárkányunkhoz, és tankoljuk meg. Legalább ideig kibírja. Rendőrbácsik itt vannak. Itt vagányan, a rendőri járgánnyal, katonai rendészettel. És akkor vissza Ballardba. Még egy ezeresünk bánta, meg két óra. És akkor mehetünk is vissza a Sumedlihez. Megtankolni. Ugye leszakad a végai, ahogy látom a játékba. Legalább kiderült, hogy user error, és nem a járgány a bagos. Jó. 9-es. Itt. Úgy. Elvillámlik is. Úgy. Annácska lerak, bezár, elrak. Járgányunkban ott van a fincsi 20 liter. Szálljunk be. Próbáljuk beindítani megint csak. Adunk rá a lámpát. Ki. Egyesbe. Kettesbe. Hármasbe. Négyesbe. Az is számít, hogy mennyire magas fordulaton használjuk a járgányt. Mert ha nagyon pörgetjük, akkor jóval többet teszik. Így utólag visszagondolva csodálkoztam is rajta egyébként, hogy csórikámnak ennyire ilyen gondja lenne, hogy menet közben leáll, mert ilyen bugban én még nem találkoztam eddig. Hogy menet közben álljon le a járgány. Egyre is kell mindig tartani magad már lónyálat. Meg hozzá tartozó. Emelkedőt nem bírja. Valunk egy hármat vissza neki. Ez se bírod? Fölpörgetve. Taposom csórikámnak a szemét már, de így se hajlandó még menni. De ez hamarosan megváltozik, mert kell. Nézzük valami küldit, azon kilózom, hogy ahol meg a bocsárkutába kell menni. Na, nem veszed be a négyest. Szép alapjáraton elgurulgatunk. 60-nal. Még 4 cm legyen.
rendőr, nem rendőr volt, hanem a portvas. Éppen gurlongasom, gásra nyomok konkrétan. Üresbe. Nem lesz jó vége ekkor a tempóval gurulni. Mondom én. Sose hallgattok az idősebbre. Talpra. És elhagytunk kettőt is. Ezt helyre rakjuk. Úgy. Itt az egyik, csak vigyázz nekem, mert van már forgalom. Itt van mind a három. Az szép villámlás volt, kérem szépen. Hallod, hova mész, jegy meg? Nem húztunk kéli, táj meg! Ne már! Tudod, a hülye gyorsabban fut. Hát, integethetünk neki jó messzire. Erről mindig eszembe jut a vicces videó, aminél a domról legurulnak az autók, mert Chávezunk kiszáll, D-be hagyja, se kézi semmi. Leállítja, a kocsi meg elgurul. Nem baj, szerencsére csak ideig gurult, úgyhogy utolértük. Mennyi lónyálunk van? 14 liter, már 5 liter elment avval, hogy ide eljött. Kézbe. Van duda, kérem szépen. Ugrunk, kinyom, egyesbe. Kérjük ki parketta. Ugrunk, nélkül is lehet váltani, kérem szépen. Jó. Behúnt. Beállít. Nem akarok az útra kimenni pakolni, mert... Kettő mód be. Mert jönnek, azt elütnek. Éppen összeszeregetünk mindent, ha már ennyire gomba voltam. Tehát ez a játék szépsége. Hát többet viszünk, mint ami a platón elfér. Azt is tegyük hozzá. Oda. És valami nem jó, mert már most csúszik hátra az áru. Pedig mi bizony belsőből fogunk menni, aminek köszönhetően látni fogunk, hogy merre hogyan. Na, milyen brutálisan zabál a blokk. Biztosan veszem, hogy nekem nehéz a lábam. Itt a játékban én. Belakadtunk, komolyan.
az szép. Gével bekerjük a tolásmódot. Visszatudulgatjuk Csóri járgányt, ne ragadjuk be. Annyira. Ajánlott ilyenkor egyen lejjebb guggolni, mert akkor olyan ponton lehet tolni a kocsit, hogy ne nagyon lyugjon rajta. A cumedlik se estek leszól. Előny. Úgy látom, próbálkodnak. Négy. Odásan csúszikálnak. Pilózok rajta, hogy akkor ne keretbe rakjuk, hanem hosszába, ahogy kéne. Ugyebár többet akarok elvinni, mint amennyit. Tehát el a pénz. Adj a család! Azon is filóztam, hogy... Ezekből is lehetne elpakolászni. Ha? Ha? Vége az lesz, hogy mindent is el fogunk hagyni amúgy. Éppen ezt arra. Utána legyen hosszába. Gyere be hozzánk, így. Mert akkor, hogy téged megfognak. És ide raknak. Ott bent megmaradt. Maradj, hogy hova vagy. Mondj. És befele dőlsz. Téged meg. Szépen oda. Ahogy. Nem akar elmocorogni semmi. Mindig jól vagyunk, ha minden igaz. De ajtó becsuk. Leenged, hadd álltunk el. Jó, hogy az akkumulátor nem merül le. Kíváncsi vagyok, ha visszamászunk így az útra, amit csinálunk. Jövök be, nézzük ki. Miért is fulladtunk le? Nézzük ki. Az útra. Ez stabil. Távol a villámlott. És ha nem szabad száguldanunk, maradjunk az útra. De úgy látom, hogy a felpakolásunk eredményes volt. Na jobb, nem tűnik. Be. Ugye már vannak különböző pakolópontok a helyen. Mondtad bácsit kikerültük. Egyediket. Szépen elgyorsultunk, ahova kell.
emlékezgetve, mert 50 környékén tartunk meg. Bár ott a fordulat számmérem ilyenek. Akkor két helyre is mentünk el. Éppen bemegyünk. Egyik ugyebár a bolt. Ez egy hármas. Mert hogy itt jobbra szépen is indexeljük, és minden a helyén maradt, és bent. Alá szedjük. Ide jöttünk. Első hely. Ez ki. Ebár ide jöttünk. Igen, ide jöttünk. Tehát autó szépen megvár. Na jó, nem teszünk ki vele. Egyes. Ki. Elfér mellettünk. Vissza Lüki. Elvégbe ide jöttünk. Hány mérdük. Hát, még mehetünk hátrább egy kicsit. Így. Egyes vissza. Ahogy. Kérem, szépen megérkeztünk. Képbe. Adatok ki. Bele. Driving ki. Első körben a nagy utadásra jösen itt egyet. Utána iszunk is, mert szomjan vagyunk halva. Megvan. És a vizecském. Amit nem hajlandó fölvenni. Hát igen. Mint látok, hogy én csávókánk inkább szomjas, mint téhes. Megisszuk ezt az egy literkét. Jó. Nem kell. Akkor ide hoztunk neki egy ilyet. Egy nullával bekértünk ilyet. És akkor pakoljunk ki. Ha gyorsak akarunk lenni, akkor szintén megint kidobálunk magunkban minden. És felveszegetjük a dolgokat. Így ez 11. Csak U betűvel itt kiszorjuk a dolgokat. Ne boruljon le a záró F2-vel, levesszük. Felmászok a platóra, hogy senki ne csapja minket el. F2 módot kilőjük. Húval megint csak kiszorul minden. 100 000 fölött járunk, mani valamint.
Így. Meg hiányolok dobot, de... kiderülnek valósa. Így, hogy van egy tonna helyünk. Már is jobb lesz a pakolás. Ezt is meg lehet fogni, és ide rakni. És akkor azt ide lerakjuk. Ahogy. Ide hátra egyébként előtt beszélreztettünk nélkül. Ezeket is el tudjuk rakni. A bökő nagyon jól jön nekünk. Láttátok anó sorcba, ha figyeltétek, az mentett meg egyszer. Ennek köszönhetően ugyebár ezekkel lehet órakodni. Na. Motor jár, kuplunk egyesbe, kézünk ki, kormány balra. Nagy gáz. Katuhő. Lükverc. Katuhő. Egyes. Parketta. Szépen becsürtük alá. Lemegyünk a portba, ilyen kikötőbe. Satúhő, mielőtt a bástyákat elütjük. Nézzük körbe. Ja, azt hiszem, hogy ott balra vannak, mert jobbra raklapok. Akkor tolunk egy barrát, egyes. Igen, ide is kellett hozni. Ahol az adott tárut látod, oda tudod lepakolni. Mondhatnád, hogy igen, vascső, akkor az meg ide, de nem, ide ezek a szenes zsákok vannak, aztán, hogy vascső, benne tudja már, az a kettő meg lehet, hogy ide. Itt a téglák vannak. A vascső az szerintem csak díszítő elem. És akkor hát, ha nem targoncálunk, akkor F2-vel lekapkodjuk az árut. Itt már ott be is vette, 136 ezerünk van. Tehát 53. Tehát 70. És 187. Jó. De meg is vagyunk. És szerintem most itt lesz a következő mentésünk. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!